Központi rendszer által összeállított országszerte megegyező feladatsorokat oldottak meg az általános iskolás diákok a felvételi vizsgán. Ezek tehát standard feladatsorok, azonban azáltal változtak, hogy mely napokon töltötték ki. Mintegy egy héttel ezelőtt szombaton voltak ezek a vizsgák magyar nyelvi irodalomból, valamint matematikából. A szokásos feladatlapokat kellett kitölteniük a tanulóknak, erre 2x45 perc állt a rendelkezésükre. Közben volt egy szünet, először a magyar, majd ezt követték a matematika feladatlapok. Ezt a 177 tanuló, aki megjelent jelentkezett és hozzánk eljött, mind megírta, abszolválta. A mai napon pedig a megtekintés zajlik 8 és 4 óra között, ahol a tanulók megtekintetik a dolgozataikat, illetve másolatot készíthetnek róluk, áttekintetik a pontszámaikat. Így már egy kicsit közelebb kerülnek ahhoz a képhez, hogy milyen eredményt értek el ezen a felvételi vizsgán. Az írásbeli vizsgákat követően február 17-éig kell leadniuk a tanulóknak a jelentkezési lapjaikat az általános iskolák segítségével. Pontosan 200-220 bejövő tanulóra van kapacitásunk. Indítjuk szakközepes osztályokban az elmondott informatika szakmacsoportban a sportosztályt. Ez egy 4 éves képzés, itt emelt szinten vannak a testnevelés órák, csoportbontásban tervezzük ezeket, valamint a jól bevált nyelvi előkészítőnket, ez egy 5 éves képzés, német, illetve angol nyelvvel tervezzük, ezek az egyből érettségit adó képzéseink. Az új típusú előrehozott szakképzésben indul az eladó, a fodrász, a villanyszerelő, valamint a női szabó. Ez azt jelenti, hogy itt már 3 év alatt sajátítják el a tanulók a szükséges tudást és kompetenciákat, és a képzés végén 3 év után tehetnek szakmai vizsgát. Tehát nem a 2+2 vagy 2+3 éves rendszerben, hanem ebben az új típusú előrehozott szakképzésben, amiben már egyébként 2 éve indítjuk a köművest, illetve a női szabót. Ezen kívül indul, vagyis a hagyományosban tervezzük indítani a számítógépszerelős karbantartót, ami még 2+2 éves, hogyha addig nem változnak a jogszabályi előírások. Minden általános iskola megkapja a tanulók által elért pontszámokat, valamint márciusban a középiskolák is közzéteszik honlapjukon, kinek jeligével, kinek pedig a saját nevével ellátva. A Dabasi Szakképzőiskola weboldala a www.kzdabas.hu, de az iskola titkárságán is kérhető információ. Az alkalmassági vizsgák, illetve azoknál az iskoláknál, ahol egyéb felvételi követelmények vannak, ott ezek a vizsgák zajlanak. Nálunk egyetlen egy ilyen szakmacsoporton van erre lehetőség, illetve előírás, ez az informatika szakmacsoportban a sportosztály. Itt a tanulók egy egyszeri elméleti pályaalkalmassági, úgymond állapotfelmérésen vesznek részt. Ez ahhoz szükséges, hogy az emelt óraszámú sportosztályú osztályunkba, vagy emelt testnevelés óraszámú sportosztályunkba bekerülhessenek. Nagyon fontos tudni azt, hogy akik a testnevelést választják, illetve ezt az emelt óraszámú sportosztályt, tehát az informatika tagozatos sportosztályt, nekik lesz egy alkalmassági vizsga, amin meg kell jelenniük. Ennek az időpontja február 25-e szombat, illetve a pót a rá következendő márciusi szombat lesz. Tehát ezen nekik meg kell jelenni. És még nagyon fontos változás azoknál, akik a korábban említett eladó, fodrász, villanyszerelő, női szabó és köműves szakképesítéseket jelölik meg, és egyből a szakképzésben kezdenek, hogy nekik egy alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt venniük ahhoz, hogy felvételt nyerjenek. Erről minden bővebb tájékoztató szintén fel fog kerülni a honlapunkra, illetve az általános iskolák védőnőinek és iskolaorvosainak is megküldjük ezeket a tájékoztatókat február folyamán.